Lépésben haladnak az autók az egyik hazai gyorsforgalmi úton. A nyári hónapokban nagyságrendekkel nő az egyes autópályaszakaszok forgalma. A nyaralásra készülőknek éppen ezért érdemes előre átgondolni azt, hogy mikor és milyen útvonalon indulnak el egy hosszabb autóútra. Nyilvánvalóan tervezzük meg előre az utazásunkat, és hogyha tudjuk, akkor ezt az esti vagy reggeli órákra tervezzük, amikor még egy picit hűvösebb van. Nyilván nem tudjuk kivitelezni, hogy mindig ebben az időpontban utazzunk, azonban, hogyha nagy melegben kényszerülünk utazni, akkor tervezünk hosszabb pihenőkkel, valamint folyamatosan figyeljük az online adatokat, nézzük meg az adott út terheltségét, hiszen az autópályák, főleg a nyaralási frekventált irányok ilyenkor telítettek, sokszor szélszerű megkerülni azokat a akár baleseti, akár pedig egyéb torlódási gócpontokat. Tartós kánikulában csökken a koncentrációkészség, a hőség tompává, figyelmetlenné teszi az utakon közlekedőket. A rendőrség ezért óvatosságra inti a sofőröket. Amikor jó idő van, és tudunk haladni, jó az autópálya, jó az idő, jó az útviszony, akkor egy picit a sebességbe is belefeledkezünk, ne tegyük ezt, és nyilván a nagy meleg eltompítja az érzékeinket, később fogunk reagálni, hosszabb lesz a fékút, főleg ha nyaralni megyünk. Mindenki véssel szép, hogy az út az már a nyaralás része. Tehát nyugodtan, megfontoltan érjünk oda a nyaralásra, hiszen még egy koccanás sem hiányzik senkinek, nemhogy egy sérüléses baleset, tehát úgy közlekedjünk, hogy oda is érjünk a nyaralóhelyre. Elegendő mennyiségű folyadék, elsősorban víz mindig legyen az autóban, kényszerpihenő esetén pedig egy leteríthető plédre is szükség lehet. Érdemes a praktikus eszközök között is szemezgetni egy hosszabb autóút előtt. Az autók nagy részében most már klíma van, azonban aki lehúzott ablakkal közlekedik, annak figyelni kell arra is, hogy esetleg valamiféle szúrócsípő, rovar bekerülhet a gépjárműbe. Sajnos minden éven történik ebből baleset, megcsípi a vezetőt egy darázs vagy méhecske, tehát erre is fokozottan ügyeljünk. Lehet tenni különböző olyan eszközöket az ablakra, amelyek ezek mint egy szúnyoghálón megakadályozzák ezeknek a rovaroknak a bejutását. Nagyon fontos, hogy a kánikulában még rövid időre sem maradjon senki az autóban, különösen kisgyereket vagy házi állatot ne hagyjon senki a járműben. Az autók üvegházhatása miatt a belső hőmérséklet gyorsan elérheti az 50 fokot is, és ilyenkor sem a hővédőfólia, sem a résnyire nyitott ablak nem nyújt elegendő védelmet a forrósággal szemben.